Sziasztok! Újra itt vagyok, újra találkozunk, és szeretném nektek olvasni a január 4-e. Látjátok? Köze. Január 4-i ige hirdetés. Nézzük meg, hogy miről szól. A te parancsolatod végtelen. Zsoltárok 119:96. A Zsoltáros azt írta. Látom, hogy vége lesz mindennek, ami megvan, de a te parancsolatod végtelen. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy minden alkalommal, amikor a Szentírást olvassuk, valami újat látunk meg benne. Olyan ez, mint amikor fény vetül egy gyémántra. Miközben lassan forgatjuk, mindig újabb oldalát látjuk meg szépségének. Ebben különbözik a Biblia minden más könyvtől. Megismerhetjük Istent személyes tapasztalatból, vagy mások gondolatait és élményeit hallgatva, de mindennél jobban akkor ismerjük meg őt, ha olvassuk igéjét. Megtörténik, hogy ugyanazt az igerészt tanulmányozott újra meg újra, mélyére ásol, majd 3-4 hónapra ott hagyod, és amikor visszatérsz hozzá, ismét sok újat fedezel fel benne. A kulcs, hogy ne hagyd abba. Annyit kérdezhetsz, amennyit csak akarsz, nincs határ. Semmi sem korlátozza, hogy mennyi üzenetet kapsz belőle, és határtalanul sok alkalmazási módot találhatsz. Csak ne ott fel. A legjobb hozzáállás a Biblia tanulmányozáshoz az, amit Jakob mondott, amikor az Úr angyalával birkozott. Nem bocsátlak el, amíg meg nem áldasz. 1. Mózes 32:27. Kitartásának eredménye az lett, hogy Istentől új nevet kapott, új természetet, új életet, új jövőt. A Biblia tanulmányozásban nincsenek rövidebb útak. Erőfeszítés kell hozzá, de ha szorgalmas és türelmes vagy, nagy jutalmakat fogsz aratni. Ha egyszer megízleled az örömöt és elégedettséget, ami abból adódik, amikor felfedezel valamilyen nagyszerű lelki igazságot, és alkalmazod azt az életedre, akkor teljesen megváltozik a Biblia tanulmányozáshoz való viszonyulásod.